Minden egy helyre került, az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ korábban 16 a város különböző helyein található irodákban látta el feladatait. A beruházás a terület és településfejlesztési operatív program keretében valósult meg, mintegy 722,5 millió forintos összegből. Ebből kicsivel több, mint 580 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatás, a különbözetet pedig az önkormányzat saját forrásból finanszírozta. A projektzáró eseményen Mészáros Attila alpolgármester hangsúlyozta, nagyon fontos lépést tett meg a város azzal, hogy a korábban széttöredezetten működő családsegítő rendszer tavaly egy nagy egységben egy helyre költözhetett, ami nagyban segíti mind a szakmai munkát, mind pedig a közösséget. Mind szakmailag, mind pedig infrastruktúrális tekintetben sokat léphetett előre. A központ nagyon-nagyon sokrétű az a feladat, amit ellátnak. Nyilván városban is, illetve a járáson kívül is, akár szociális területen, akár iskolai, óvodai területen adományozás kapcsán. Úgyhogy nagyon köszönöm a dolgozóknak a kitartást, hogy az elmúlt időszakot átvészelve most már tényleg egy helyen tudnak közösen dolgozni székesfehérváriakért. Valóban új otthonná vált az Albabástya, a költözés komoly szakmai lehetőség is egyben. Ezt már Tisztl Henrik intézményvezető mondta, aki hangsúlyozta, kiemelten fontos a dinamikus ügyfélfogadási tér, ahonnan az egész járást ellátó központ minden szolgáltatását koordinálják. Az épületben, a bútorzatban és az eszközökben is olyan változáson mentek keresztül, ami nagyban segíti a hatékony munkát. 16 telephelyről egy telephelyre tudtunk költözni, tehát már egy helyen valósítjuk meg az összes szolgáltatásunkat és az összes kollégánk egy helyen tud dolgozni, és az összes ügyfélfogadásunkat is egy helyen valósítjuk meg. Ami azt gondolom, hogy nagyon egyedi ebben az épületben, az, hogy mind a kivitelezésnek már a tervezése, mind a kivitelezés, illetve a bebútorozás és annak a tervezése is úgy zajlott, hogy teljes egészében a család és gyermekjóléti szolgáltatásoknak a rendszeréhez került kialakításra, ehhez került illesztésre. A földszinten kapott helyet az ügyféltér és a hozzá kapcsolódó helyiségek, az emeleten a központot kiszolgáló igazgatási, üzemeltetési funkciókat ellátó és a szakmai munkát végző kollégák dolgoznak mostantól. Különféle interjúszobákat, fejlesztőszobát, konzultációs szobát, tanácsadó helyiséget, előadótermet, csoportszobát alakítottak ki, és megvalósult az épület akadálymentesítése is. Emellett korszerűsítették a fűtést, a hideg és meleg vízrendszert, eszközöket, bútorokat és két darab járművet is beszereztek.